már most elegítési programja alkalmával szeretettel köszöntelek benneteket. Hát ugye a programnak része lenne a madár megfigyelés, meg a madár hangoknak a felismerése, hallgatózása, de hát azért nagyon sokan vagyunk ahhoz, hogy meg eléggé nagy zajjal is vagytok, tehát valószínűleg, hogy kevés madarat fogunk látni, illetve hallani. Tehát az arborétumnak a látványát azt azért élvezzétek, meg a tavasz illatát szívjátok be. Első ilyen gyakorlati tanácsokat adó könyvet útjára bocsátotta. Azóta különböző munkák jelentek meg. Az egyik legjobban gyerekek számára is ajánlható könyv, az Schmidt Egon, egy nagyon neves madártani szakíró. Hát többek közt az a típusú odó, az a kis alakú, ugye most itt két odótípust készítettek a gyerekek a játszóházba, vagy a leggyakoribb ennek. Most egy nagyon szép madárhangot ugye hallunk, ez a baráb kocáta, egy kis verén alakú, verén nagyságú madár. És ő nagyon hangosan tud énekelni, tehát ő azért könnyű megismerni. És a másik típusú odó, azt úgy hívjuk, hogy C-típusú odó, annak tárga nyílása, ugye azt mondja, hogy ott van, hogy meg is tudja ugye nézve, kézbe tudja venni, de végül itt, ami nálam van, tehát ez a típusú odú, ugye ez a tágnyílás, ez a C-odú. Szándékosan azért nem sértjük a fákat. Itt az arborétum vezetője azt a tájékoztatást adta, hogy egy-egy odút nyugodtan, egy-egy szöggel, vagy két szöggel fixen rögzíthetünk a kiválasztott fatörzseken. Elég vastag a fáknak a kérge is, tehát semmilyen probléma. Hogy így mondja, azt mondja, egy kis vas a fáknak is szükséges, hogy azokra a fajokra, amelyeket szeretnék, hogy megtelepüljenek, mondjuk, mint itt a szürke légtapó, az jellemző, hogy az ilyen helyeket kedvelik, tehát a természetes körülmények között. Ez nem szükséges, tehát az zárt erdőbe lehet. És akkor én megkérném majd, hogy akinél a 9-es számú odó van, az hozza az odót, és akkor 10-essel kezdünk. Ami szemből, jó? Jó, egy pillanat, még kapsz egy. Egy picit nézél erre? Jó, köszönöm most. Feléd nézek, felé nézek, vagy felé? Bocsi. Jó. Még annyit felhívott a társadalmi, nem mondanám, hogy tudnak a színjelzik, mivel kapcsolatban. De hogyha kellemetlen időjárás van, a nyugati, észak-nyugati vagy az északi szél a legjellemzőbb, ugye, tehát a csapadék is felesik, mondjuk az eső, vagy avazik, kapunk egyéb hozzáfot, ugye, akkor ezt általában ebből az irányból kapjuk. Tehát az odúnak a nyílása, ahol, mert a madár lefűli, az lehetőleg keletre, délre, vagy hát egy ilyen köztes irányba, mint délkeletre, és akkor egy kicsikét délnyugatra nézem, de semmiképpen ne ugye északi irányba, vagy ne nyugati irányba. Tehát erre kell ügyelni a madaraknál. A B-típus férjünk arra szintén, hogy a fáknak megfordítottak a nyílását. A háti zsákomat, azt kérdezem, jó? Akkor elmegyünk a következő pontig, ahol még egy CO2-t felteszünk.
Ugye említettem már a Béadút, ugye tavaly már elkezdtük ezt a odú telepítést itt az arborétumban. Hát itt láthatjátok a tavalyi odúinknak a kihelyezett példányait, és ez is ugye szemlélteti azt, hogy lehetőleg ugye tehát egy viszonylag nyitott irányba ugye néz ez a törtőlábra. Egy egyszerű színezetű kis barna madár, amelyik a felső teste barna, és itt a mell része pedig egy ilyen téglavörös színű. Ez a kis madár, ez bokrokba, rőzserakásokba, vagy akár a mellettünk levő farakásba is ugye, be tudja a fészkét építeni. Viszont esetenként, hogyha itt az arborétumban is a korábbi évtizedekben nagyon sok odú volt kint, és ezek az oduk egy idő után hát az állagukat tekintve ugye leromlanak, esetleg egy harkály kitágította az üregét, a berepülő nyílás üregét, illetve nyílás, vagy pedig az odunak a faanyaga ugye annyira szétnyílt, hogy egész nagy rés keletkezett, ezekben volt olyan alkalom, hogy egy-egy vörösleg pár beköltözött. Ebben a C-típusú oduban ugyanígy be tudnak költözni, ha esetleg szükséges végül is. Aztán látjátok, ugye, hogy itt egy nagyon-nagyon sok fa, itt, ami ugye ki van vágva, illetve nem biztos, hogy kivágták, és termetes ugye üreget is. Nos, egy ilyen farakás például odahaz a mesterség, ilyen farakásban például az ötőrszem szintén előszeretettel fészkel. Vagy hogyha a kertbe ősszel... ...szerű, hogy így mondjam, mert nem teljesen ugye kitisztítani a talajt a romptól. Akkor meg... Kerítés oszlopra, a két típus oldónak egy szerelési változata. Nem lehet a drótot elhaj, vagy beszabni. Ez a fülemüle. Ez Magyarország legszebb hangú énekes. A variázat, igen. Igen, az eleje visszajöhet, nem? Gyertek vissza egy kicsit! Jó,
A Martin Vándor botkány, amit most az ülök volt. Na szóval, Zoli bácsi elment a hosszú poznáért. Tessék! Látták-e a madárkák, és kiderül, hogy van-e, ki látott már madárfészket belülről. Kis fiókákkal, nem üres fészekkel gondoltam. Tojásokkal, fiókákkal, azokra. Ú, de sokan vagytok. És milyen madarak voltak, tudjátok? Gyártanak a fecskéknek is műfészkeket, mert egy fecskének nagyon sok ezerszer kell fordulnia, hogy felépítse a sárfészkét. Ugye sokszor messzire kell repülnie, hogy a sarat össze tudja szedni, mikor mindenki elmondta, nem mindenki mondta el. Akkor figyeld meg, hogy milyen madarak, jó nálatok? Van a puszti fecske, meg van a molnár fecske. Érdemes. Vagy hát a mamáj. Érdemes megnézni. A füsti fecskének vörös a torka, és hosszú a farka. A molnár fecskének fehér a torka, és sokkal rövidebb a farka. Tehernyó, cserebogarat, azzal nehezebben boldogulnak, de azt is. A füsti fecske csak repülőrovarok. Nagyon ügyes vagy. A füsti fecske, meg a molnár fecske csak repülőrovarok. Nem egészen, hát nagyon nagy szája kell, hogy legyen, hogy... Na, mi a vagy akárhol lehet igazán. Az, ahogy az eskampó ugye lecsúszon róla. És ugye erről beszéltem, hogy lombnak semmiképpen ugye közvetlenül az adónak a nyílását nem szabad eltakarnia. Tehát ez a 1-2 méteres kis szabad terület már elég a madárnak. Mert akkor nem látja azt, hogy esetleg valami veszély van-e a környezetében. Tehát akár egy ragadozó kisemlős, ugye vannak olyanok például a nyes, a nyúsz, ugye itt a táblán nem tudom milyen állatok voltak, hogy ők hát ragadozó állatok, más állatokat esznek, fákon nagyon ügyesen ugrálnak, ugyanúgy, mint a mókus, és akár közvetlenül odaugrik és elkapja. Még a kirepülő madarak, vagy a kis fiókát, amik még ügyetlen. Tehát éppen hogy kerül ide be. És ugye ezt a picit ugye nehéz lenne olyan vastag a bágra felakasztani, meg hát nem is ugye az átmérője, hogy beleférjen. Az érjen nagyon nagy jelent. Nem mi baleset veszélyes. Annyira? Sérsz esetleg a harcaskók, a harcaskók? Nem hallgattak rám igazán. Akkor így teszem. Legalábbis csak 6-8 gyerek volt az előbb is, aki annyira nagyon nyüzsint. Hát ugye így ráakasztom. Ugye a nyugati irány, északi irány ugye ezekben az irányokban van, tehát ezt a ládát is ugye ebbe az irányba fogom hát felakasztani. És ez a magasság, tehát általában egy 2 méteres magassága az odunak a elhelyezésére az bőven elég, hogy alá menjen valaki. Tehát nem kell különösen ugye nagyon-nagyon magasra. Hogyha egy úgymond rendes madáretetőt ugye alakítunk, illetve hát láttatok már biztosan, ott ugye az a lényeg, hogy egyrészt minél több madár hozzáférjen a terített asztalhoz, a másik pedig, hogy lehetőleg ugye, és ezt meg lehet jól figyelni, hogy a madarak odaröppennek, például a cinegék odaröppennek, felvesznek egy magot, és már hús el is mennek, ugye, tehát hogy egy közeli bokorba, egy fenyőfára, vagy tehát egy védett helyre, semmiképpen nem, ugye egy nyílt helyen, hiszen tudjuk magunkról, hogyha étkezünk, akkor hát ugye esetleg a gondolatainkba elmerülünk, vagy egyáltalán az ennivalóval foglalkozunk, és nincs idő arra, hogy hát a veszélyekre ugye figyeljünk. Most a madaraknál is ugyanez van, és éppen ezért ugye itt a madárnak akkor be kell bújnia egy híláson, ott a sötétben nem is tudja igazából a megfelelő ugye magot kiválasztani, mert ha valaki mondjuk tényleg megint, ha figyeli azt, hogy
egy etetőnél, hogy eszegetnek a madarak, nagyon sokszor azt lehet látni, hogy hát én nem csak úgy egyszerűen felvesz egy magot és elmegy vele, vagy azonnal megeszi, hanem nagyon sokszor válogatnak. Nem madáretetési funkciónik van félni. Jó, akkor a köszönöm! Akkor figyelmes és ügyes valaki, akkor van egy olyan tábla itt nem messze tőlünk, hogy közönséges lúdfenyő. Haladni nem kell, mert egy kicsit ilyen reklámozó propagánda élet, hát így mondjam. Akkor a 17. Na, akkor ezt ideadod és ezt... Na, igen, ez tökéletesen lesz. Látják a látogatók is felszarják. A madarak is elfoglalhatják a tornát. Thank you.